De a Tarjányiért a felesége a felügyelőbizottság tagja, tehát a csákvári állami gazdaság egyéb bérleteit is figyelembe kell venni. Semmit nem tartottak be. A nádalattól például meghaladta, amit ő kapott, hogyha nincs is neki más fölgyelőket tudunk, meghaladta azt az összeget, amit kapott. Ugye egyből? Hát miért nem nézte meg azt valaki? Mi az, hogy vizsgálóbizottság nézi most már egy hónapja körülbelül a pályázatokat, és senki nem számol össze semmit, egyetlen egy elutasítás, illetve megsemmisítő határozatot láttam, amiben az idős Antalfi Györgyét értesítik, hogy az első birtoktestre a pályázata semmis, mert meghaladja a hivatkozásban a 300, illetve a 6000 aranykorona mennyiséget. A másikat ott hagyták nála, nem kérdezték meg, hogy még milyen van ezek kívül. A nádalattól nem kapott ilyet, legalábbis mi nem tudunk róla, nincs fel az interneten, mert ugye minden fel van az interneten. Tehát sorba-sorba az egész mind törvénytelen, úgy, ahogy van törvénytelen a birtokpolitikai tanácsnak az összetétele, benne valahogy nem lehet benne államtitkár, van benne. Semmi nem törvényes. A saját pályázatuk sem törvényes. Ez a rossz pályázat, amiben nincsenek meghatározó a pontos szempontok, ennek a rossz pontjait sem tartják be. Tehát valami elképesztő, az ember csak nézi. És az a hivatkozás, hogy ti is így csinálták, hogy budai kedvenc szava a bőgöshöz, na hát ez aztán mindenem felül múlik. De azért azt még meg szeretném kérdezni a többi vizsgálótól, ugye nem tudjuk, hogy az MSZP miért tett feljelentést, azt sem tudjuk, hogy az LMP miért tett feljelentést az ügyészségen, jogorvoslati lehetőség sincs egyébként, de a többi tag az mit vizsgált? A többi bírálóbizottsági tag mit vizsgált? Senki nem állt elő anyagban, hogy ő is vizsgált valamit. Egyszerűen nem is értem. Elmennek vizsgálni és nem vizsgálják meg, vagy magukba tartják, vagy hogy van ez? Köszönöm szépen. Nem tudom, itt van egy kérdés. A legjobb, hogy gyorsan válaszolok, és akkor esetleg a másik kérdést nem kell. Itt előben ne lesz a válaszban. A titkosítás az egy elképesztő dolog valóban, én ezzel abszolút nem értek egyet. Ugye, ahol közpénzről vagy közvagyonról van szó,